műsort adtak, és stílszerűen 40 népdalt énekeltek el a Lila iskola tanulói kedd délelőtt, pontosan 40 évvel azután, hogy e falak között megkezdődött a tanítás. Szabados Nébécsi Katalin tagintézményvezető felidézte, hogy 4 évtizede 269 gyermek ült be az iskolapadba, a csúcson ez a szám 870 is volt. Még sok 40 évet kívánt az intézménynek Teleki Szávai Krisztina, a gyulai tankerületi központ vezetője. 40 éven át sokrétű, komplex tudást nyújt az iskola, hangsúlyozta Görgényi Ernő polgármester, aki felidézte az intézmény megalapításának körülményeit. A törökzugi lakótelep építése szükségessé tette, hogy iskola épüljön itt. A tervek 1977-re készültek el. Eredetileg 8 tanteremmel számoltak, de hamar kiderült, többre lesz szükség, több pénz viszont nem volt, így a gyulaiak összefogására volt szükség. A Lila iskola tehát egy szép példája annak a gyulai hozzáállásnak, attitűdnek, amely azóta is többször megmutatkozott. Ha kell, összefogunk, túllépünk saját korlátainkon, és közösen, akár külső segítség nélkül is alkotunk valamit, valamit, ami mindannyiunknak, az egész közösségnek fontos. A 2 órás ünnepségen több egykori tanár és diák is részt vett. Kozma Antal alapító igazgató elmondta, bár nem Gyulán él, de a távolból is figyelemmel követi az iskolával kapcsolatos eseményeket. Az iskola úgy érzem, hogy megállta a helyét a városban, hisz hamar a város egyik jó iskolája lett. Én azt mondom, hogy minden iskola a városban abban az időben jól működött, és a Lila iskola is föl tudta venni azt a színvonalot, amelyet a többi általános iskola produkált. Kicsit kezdetben a zsúfoltság jellemzett bennünket, nehéz volt, átvészeltük, később csökkent a gyermek létszám, színvonalasabb oktatást, elhelyezést, kulturáltabb körülményeket lehetett biztosítani. Az esemény közös tortázással zárult.